A gesztei termelői piacon minden hónapban tartanak hagyományos vásárt a helyi emberek örömére, hiszen jó minőségű termékeket lehet eladni és megvásárolni is ezáltal. A téli hónapokban szokott csekélyebb érdeklődés lenni az esemény iránt, tekintettel az időjárás viszontagságaira. A nyár utolsó hónapjában különleges műsort láthattak az egybegyűltek a világszerte népszerű ortai zászló dobálók által. A gesztei önkormányzat nemzetközi pályázatot nyert, melynek keretében külföldön láthatták a zászlósok fellépését, akkor határozták el, hogy mindenképpen meginvitálják az előadókat a nemzetközi program keretében, hogy ennek a csodának a részesei lehessenek a magyar emberek is. Simon István, gesztei polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket és részletesen ismertette a zászlódobálók történetét. A Rómától 80 kilométernyire északra található Orte városából érkeztek a település 7 kerületének zászlóforgatói, akik évszázadok után újra felélesztették az ősi zászlós mutatványokat, játékokat, melyben ortai fiatalok és idősek vesznek részt a 7 városrész színeivel. A 7 kerület zászlóforgatóinak csoportja azzal a céllal alakult, hogy a nemesi Orte város hagyományait őrizze és a tágabb értelemben felidézze a vidék egykori középkori életszokásait. A zászlóforgatók annak idején katonák voltak és a nemesek szórakoztatására mutatták be produkciójukat. A hiteles források alapján női zászlóforgató nem létezett, mivel katona azon időszakban csak férfiú lehetett. Az ortei zászlósok a mai napig hülyen ragaszkodnak ezen szokáshoz. A településen apáról fiúra száll a zászlóforgatás hagyománya, már 4-5 éves korban elkezdik tanulni ezt az ősi mesterséget. A legtöbb fiú nagyon várja, hogy elérkezzen ez az idő, így elmondható, hogy 4 éves kortól 72 éves korig mindenféle korosztály megtalálható a csoport tagjai között. Ez a zászlóforgató csoport 1993-ban járt először Magyarországon, pontosan Miskolcon. Azután éveken keresztül fellépői voltak a diósgyőri várjátékoknak, valamint a hazánkban a sümegi várjátékokon lépnek fel minden évben. Ezen kívül szereplésükkel bejártak egész Európát, de Japánban is többször felléptek, illetve olaszországi luxusesküvők, partik rendszeres vendégei. Olaszországnak több zászlóforgató csoportja is van, de az ortei a leghíresebb közülük, hiszen több ízben nyertek zászlódobáló versenyt. Önkormányzatunk 2019-ben egy Európai Uniós pályázatnak köszönhetően lehetőséget kapott arra, hogy több országba delegáljunk. Ezért ennek köszönhetően az elmúlt esztendőben jártunk Spanyolországban, Portugáliában, Máltán, Cipruson, az idén pedig Olaszországban vettünk részt egy 5 napos tanácskozáson. Ennek köszönhetően megismerhetjük ugye ezen országok kultúráját, hagyományait, és természetesen a kötött programon pedig elmondhatjuk véleményünket az adott kérdésről. Ezt is már több éve zajlik településünkön. El kell, hogy mondjam, tehát a részvétel jó, sokan jönnek vásárlók, árusok is, bár a mai időjárás egy kicsit beleszólt ebbe az eseménybe, de én úgy gondolom, hogy ahhoz képest elég sokan vagyunk. Ez azért jó, mert ugye a helyi termelők tudják értékesíteni a jó minőségű termékeiket, az itt élők pedig egy jó minőségű, vagy több jó minőségű termékekhez jutnak ennek köszönhetően. Minden hónapban igyekszünk megtartani, bár igaz a téli hónapokat, a január-februárt azt kiszoktuk hagyni. Van rá igény, hál' Istennek, az bizonyítja leginkább, hogy az emberek tényleg nagy számmal jönnek és vesznek részt rajta. És nem csak gesztelyek, hanem a környező, környékbeli településekről is érkeznek vásárlók, Miskolcról is. A színvonalas produkció délelőtt 10 órakor kezdődött, melyre nagyon sokan kíváncsiak voltak, hiszen nem kevés fizikai és szellemi koncentrációt kíván meg az előadóktól a mutatványok előadása.
A nagy sikerre való tekintettel 11:30-kor újra feléptek műsorokkal a dobosok és zászlódobálók. Ildikó projektmenedzser érdeklődésünkre elmondta, a megvalósult pályázat kapcsolatépítésről szól, Európa több országába ellátogatott a gesztei önkormányzat, akkor találkoztak a zászlódobáló produkciójával, amit mindenképp meg akartak mutatni a Magyarországon élő embereknek. A fellépőket a Jovei önkormányzat és a Máltai önkormányzat, valamint a Dijoni önkormányzat delegációja is elkísérte. Ez a gesztei pályázathoz kapcsolódik, ugyanis Gesztely nyert egy nagyobb pályázatot, ami kapcsolatépítésről szólt. Ennek keretében Európa több országába ellátogatott a gesztei önkormányzat, és a különböző összejövetelek során látták ezt a produkciót, amit a Ortei Olaszországból érkező csoport mutatott be, az Bandiatori delle Sette Contrade, és úgy gondolták, hogy ezt el kell hozni, és Gesztely lakosságának, mint ősbemutatót bemutatni. Így egy pályázat keretében sikerült ezt megvalósítani, és nagy szeretettel jöttek a vendégek, illetve kísérték el a Jovei önkormányzat, a máltai önkormányzat, illetve egy francia település, Dijon önkormányzata a zászlóforgatókat ide Gesztelyre. Természetesen, mivel ez a pályázat nem ér véget ott, hogy csak Gesztelybe mutatkozunk be, Hernádkak is részese ennek, és Hernádkak ugye rendezi a Belegrádon a borsodi vágtát, és azon is a holnapi napon fel fogunk lépni. Az Bandiatori delle Sette Contrade Orte településről érkezett Olaszországból, ez Rómától északra 80 kilométerre található. Ami érdekessége a csapatnak, hogy itt 4 évestől 72 évesig vannak a csapatba fellépők. Ezek ugye láthatták, vagy tudhatják azok, akik már látták őket fellépni, hogy dobosok és zászlóforgatók alkotják. Különböző színű zászlókat, ruhákat láttunk, mert a település 7 kerületének a színeiben forgatják a zászlót. Ezek a zászlósok nem ismeretlenek ebbe a térségbe, mert valamikor a diósgyőri várjátékokon is ők léptek fel, és nagyon szerették ezt a környéket, és nagy vágyuk volt, hogy ide visszatérjenek, ezért is fogadták el ezt a fellépési lehetőséget. Alá is írtunk egy baráti együttműködési szerződést Jove városával, illetve Málta egy településével és a francia Dijon településsel. Természetesen az ortai zászlósok azok mindig mellettünk lesznek. A nemzetközi együttműködés hosszú távon gyümölcsöző lehet a települések számára, hiszen nagyszerű dolog új kultúrákat, nemzeti szokásokat megismerni. Illetve Magyarország pozitív kapcsolatait erősíti a külföldi országokkal, sikeressé téve ezáltal az Európán belüli kapcsolatépítést.